Szép jó napot kívánok minden Fradi szurkolónak. Ez itt a Fradi Podcast legújabb adása. Hajnal Tamás sportigazgatóval. Szia Tamás! Szia Gyuri! És Szűcs Tamással, a Fradi Média főszerkesztőjével. Szia Tomi! Sziasztok! Tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor a Leverkusen meccs után hagytuk abba, akkor értékeltünk. És általában időrendben szoktunk haladni, ugye egy Videóton, egy Újpest, egy Betis és egy Paks mérkőzésről kéne beszélnünk. De én azt kérem, hogy most az egyszer fordított sorrendben haladjunk, mert azt kell, hogy mondjam, csípi a csőrömet az, ami történt a hétvégén, pontosabban, amit olvasni lehetett. A Paksi edző, nem fogom kimondani a nevét, de csak Paksi edzőzöm, azt nyilatkozta, hogy nézem a Young Boys elleni mérkőzést, esnek kellnek a Fradi játékosok, simán kiverik őket, itthon meg nem ezt kapják. Mondanám, hogy Paksi edző, simán kivertek minket. Vagy hogy? Tomi, én fel vagyok háborodva, megbeszéltük itt előtte, hogy neked nem kell, de azért. De hát természetesen én is fel vagyok háborodva azért ilyen mondatok hallatán, mert úgy gondolom, hogy a Ferencváros amúgy megérdemelni azt a tiszteletet minden csapat részéről, minden konkurencia, meg versenytárs részéről, amit mi is megadunk nekik. És úgy gondolom, hogy évek óta a magyar labdarúgást a legmagasabb szinten képviseljük, és a zászlós hajója vagyunk. Jó lesne ilyenkor, hogyha mondjuk kollégák, más kluboknál dolgozó szakemberek ezt elismernék, és nem pedig ilyen sértő és támadó kritikával látnának el minket. Van egyébként valami fixációs problémája az említett Paksi edzőnek, mert tavaly decemberben azt találta mondani két vitatott eset után, hogy ilyen bírói segítséggel akár a Barcelonát is megverhette volna a Fradi. Valamiért ez a nemzetközi szereplés, ez a Fradi, ez a beakadt neki. Igen. Nem tudom tényleg, hogy miért ennyire ránk fókuszál ezzel kapcsolatban, de szerintem nézzük meg azért egy picit alaposabban is azért a döntéseket, a bíróknak a döntéseit, és nem szeretnék ezzel igazán foglalkozni, mert nem a mi dolgunk, de ugye idén 3-11-es kaptunk meg úgy, hogy a VAR segítségével tulajdonképpen korrigálni kellett a döntés. Két esetben a mi játékosunknak akartak sárgalapot adni műesés miatt, úgyhogy én azt gondolom, hogy így igazságosabbá vált, és bizonyos hibáknál, amit a játékvezetők elkövettek, ami benne van a mérkőzésben, nem mondom, hogy nem hibázhatnak ők, de én nem gondolom, hogy ebből mi előny kovácsolunk, hanem tulajdonképpen igazságot szolgáltat a VAR ilyen esetben, és ezt szerintem minden egyes csapatnál ez a lényege, ezért vezettük be, az, hogy vannak még hibák, az, hogy előfordulhatnak még olyan folyamatok, amit nem mindig értünk meg, de a 11-esek azok tiszta esetek. Meg szerintem ez nagyon olcsó is, hogy egy mérkőzés után mindig ezekkel a döntésekkel, mindig a bíróra fogjuk. Szerintem néha az egyszerű lenne elismerni, hogyha az ellenfél jobb volt, gratulálni neki, és mondjuk a saját csapat teljesítményre koncentrálni. Igen, és hát ugye az eredményjelző az soha nem hazudik. Nekem itt a VAR kapcsán, ami eszembe jutott, hogy a Fradi Media ugyebár a szezon kezdet előtt forgatott az MTVA-val, és forgatott a bírói testülettel is, és megnéztük, hogy fog ez kinézni. Ugye nyugaton a többi bajnokságban, a nívósabb bajnokságokban már évek óta megy ez, és láttuk, hogy azért sehol nem volt gördülékeny ennek a bevezetése, de ahogy Tomi, te mondtad, ez úgy néz ki itthon, hogy megnézik a szituációkat, és egy 11-est azért sok kamerálásból, lehet, hogy több időbe telik, de vissza lehet nézni. Egyetlen egy olyan esetet tudtok mondani, ami tényleg most a szívünkre tesszük a kezünket, ami lehet, hogy nem az volt, én nem tudok ilyet mondani. Nem, szerintem itt pont ugye a Paksi mérkőzésen is, ugye az ominózus esetben ugye két lehetséges büntetőt vizsgáltak meg. Az egyik az egyértelmű volt, hogy nem volt kezezés, nem volt büntető, viszont a másiknál ugye a tokmak lábát, tényleg a sípcsontját olyan szinten találták el, hogy ezen nem is kellett a bírónak se, ugye pont ott közelebb álltam ugye a VAR képernyőhöz, és látni lehetett egyértelműen, hogy tényleg tisztán eltalált a szélpál a tokmaknak a lábát, és egyértelmű 11-es, szóval ezzel nem is lehet vitatkozni. És akkor vegyük elő a két lesz helyzetet, ugye a két meg nem ítélt gólt, amíg a miénknél mi elfogadtuk, hogyha behúzzák a vonalat, akkor az 1 milliméter annyival előre volt tokmak. Na de könyörgöm, hát a Paksi esetnél miről beszél a Paksi edző? Hát látszik, ahogy visszagurítja a játékos a másiknak a labdát, az egy 30-40 centi, azt még én is látom, pedig nem volt rajtam szemüveg. Na, egyértelmű, ugye ennél a szöglet variációnál mindig ez a veszély, hogyha kapufánál nincsen a védekező csapatnak embere, akkor ez szinte automatikusan les. Erre nem figyeltek a paksiak, szóval lehet, hogy a videóelemzésnél rosszul készültek fel belőlünk, hogy helyezkedünk a szögletrúgásoknál.
Úgyhogy én még egyszer mondom, én nem szeretek amúgy úgy bírózni, nehéz feladatuk van nekik is minden mérkőzésen. Reméljük, hogy a VAR segítségével tényleg igazságosabb döntések születnek, és tényleg a pályán dőlnek el úgymond a mérkőzések. Úgyhogy ha más csapatok edzői, tényleg nekik ez a legfontosabb egy meccs után, hogy a bírót támadják, meg egy állítólagos előnyben való részesítést a Ferencváros részére vesznek észre. Ezzel nem tudok egyet érteni, de ez legyen az ő dolga. Kipuffogtuk magunkat, ugorjunk vissza akkor, és haladjunk valóban időrendben. Akkor a videótól mérkőzést elemezzük, ahol ugye hál' Istennek 1-0-ra nyertünk. Tomi, te nyugodtan tudtad végignézni? Nem, nyugodtan nem, mint általában a mérkőzéseket, ezért nem tudom nyugodtan végignézni. Ugye tudva azt, hogy milyen menetelésben vagyunk, és milyen terhelés kapnak a játékosok, és egy derbi tulajdonképpen ugye a Vidi ellen ugye két jó csapat találkozója. Bocsánat, derbi az csak az Újpest elleni. A Vidi ellen az maximum egy rangadó, bár most... Nagy meccset gondoltam, hogy egy rangadó, igen. Bocsánat, hogy rosszul fejeztem ki magam, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugye egy nagyon kiélezett és nagyon, hogy mondjam, nagy várakozással bíró mérkőzésről van szó, ahol mindig arról is megy azért, hogy az erőviszonyokat megmutassuk, hogy tényleg be tudjuk biztosítani azt, hogy igenis mi vagyunk a legjobb csapat Magyarországon, és ezt ilyen mérkőzéseken, még akkor is, hogyha ugye mindig sokkal nagyobb terhelésből jövünk, megmutassuk. Sokszor ilyen mérkőzésen nüanszok döntenek, ez a mérkőzés is így volt, egy kiegyenlített csatát láttunk, bár azt azért hozzáteszem, hogy a statisztikák alapján a Videotonnak talán egy kaput eltaláló lövése volt az egész mérkőzésen, úgyhogy azt gondolom, hogyha az egész mérkőzést veszük figyelembe, akkor megérdemelt volt a győzelem, még akkor is, hogyha a gól egy picit később érkezett pontrúgásból, de nagyon örültünk ennek a 3 pontnak, és mutatja a csapatnak a jó hozzáállását, mentalitását, hogy egy jó sikerült, még hogyha az eredményesség szempontjából nem is, de egy Leverkuseni vendégjáték után azonnal a bajnokságra tudtunk koncentrálni, és nagyon fontos 3 pontot begyűjtöttük. Pont ezt szerettem volna kérdezni tőle, Tomi, mint volt játékostól is, hogy ilyenkor egy csapatnak, egy játékosnak egy vereség után egy rangadót megnyerni, az mindig egy lökést ad, pláne egy ilyen sorozat terhelésben. Most úgy igazán belöktük a szekeret, és akkor persze utána már jön majd a derbi, de nem akarom Gyuri kenyerét elvenni, tehát majd ő mondja, hogy mikor beszélünk a derbiről, de hogy ez úgy tűnik, hogy beindultunk. Igen, ugye ez Leverkusen meccset is kielemeztük, hogy a teljesítmény teljesen rendben volt, sajnos az eredmény nem, de abban a mérkőzésben is azért nagyon sok pozitívumot lehetett kivenni, és ez is volt a feladat, ugye a szakmai stáb részéről is, hogy megerősíteni azokat a dolgokat, amik jól működtek, és mentálisan pedig ugye már a következő feladatra készülni, hogy ez a legfontosabb ebben a szériában, és természetesen egy sikerélmény, ugye az, mint a Vidi mérkőzés, ami volt, az ilyenkor mindig egy plusz lökést ad. Ugye sokkal nehezebb lenne, hogyha mondjuk kudarcot kellene feldolgozni, hibákat kellene olyan szinten kijavítani, amire nagyon kevés idő is van, ugye edzésen nem tudsz belenyúlni úgy igazán, ugye az nagyon fontos, hogy jó formában, mentálisan jó állapotban legyenek a játékosok, éhesek legyenek továbbra is a sikerekre, akkor tudunk menetelni ezen az úton tovább. Jó is, hogy említetted ezt a sikerességet. Sokszor szokták említeni, hogy ugye játszunk Európa Liga csoportkört, játszottunk Bajnokok Ligája csoportkört. Ugye annak a játékosnak, aki ilyen rangos ellenfelek ellen játszik, össze tudja magát szedni, értem, hogy össze kell magát szedni, de össze tudja magát szedni, és elmenni vidékre, elmenni egy kisebb stadionba, elmenni negyed annyi néző elé, elmenni 20-ad annyit érő játékosok ellen játszani. Ez nehéz, vagy ez csak mindig föltezik ezt a kérdést, és valójában fölöslegesen? Nem fölöslegesen. Ugye emberek a játékosok, emberek a focisták, és valahol normális adott esetben, hogyha megfordul ilyen a fejedben, hogy lehet, hogy itt egy picivel kevesebb is elég lesz, de ez a legnagyobb hiba, amit el tudsz követni, és ugye ez kívülről nekünk nagyon fontos feladatunk, ugye a szakmai stábnak, hogy a motiváltságot, a versenyhelyzetet mindig fenntartani, és a klub részéről is, amikor teszem azt, egy új játékos mondjuk idehozunk, nagyon egyértelműen
tudtukra hozzuk, hogy ott ugye két fronton, legalább két fronton kell, hogy helytálljunk, és nem teszünk különbséget a nemzetközi mérkőzések között, a magyar bajnoki mérkőzések között, hanem minden mérkőzésen tényleg győzelmi céllal lépünk pályára, magyar bajnokikon pedig nagy részben elvárás is, hogy nyerjünk. És ugye a nagy játékosoknak, a nagy csapatoknak ez az erényük, hogy ezt rendszeresen hétről hétre, mérkőzésre, mérkőzésre le tudják hívni. Ezen dolgozunk, hogy a mi csapatunk is ilyen karakterű legyen, és hogy ez a belső győzni akarás, ez mindig egy olyan erős legyen, hogy a csapatot nehéz helyzeteken is át tudja billenteni. Karaktert említettél, bocsánat, csapongok, olyan lesz ez, mint egy Tarantino film, itt az idősíkokban ugrálunk, de muszáj a Momóról, Besicsről kérdeznem, mert nekem tanárias volt a játéka, és ő tűnik ilyen karakternek, aki megérkezik egy komoly bajnokságból, betesszük ide két hét, három hét felkészülés után, és mintha mindig együtt játszott volna a többiekkel. Igen, nagyon jól láttad, ezt csak belülről is meg tudom erősíteni, hogy nagyon jól beilleszkedett, hogy tényleg látszik, hogy nagyon motiváltan, komoly célokkal érkezett hozzánk. Ehhez az is párosul, hogy egy egész jó fizikai állapotban is van, hogy az lehetővé tette, hogy már most kezdőként tudjon pályára lépni. És ami még nagyon fontos valahogy, neki van egy kötődése is a klubhoz. Szóval, hogyha csak rövid időt töltött itt akkor, de számára szinte a legszebb időszaka volt a pályafutásában, szóval tényleg szívvel is itt van a klubban. Nagyon fontos neki a jelenünk és a jövőnk, és ugye ehhez ő te nagyon jó teljesítménnyel a pályán és a pályán kívül hozzá akar járulni, és ez látszódik a viselkedésén. Most csak egy dolog, ugye a válogatottnál is most így szóba került a már mostani meghívása is, és de ő még gondolta, hogy talán még jobb lenne inkább, hogy ezt a két hetet is még inkább a felépítése szempontjából tudnánk jól használni, úgyhogy tényleg a Ferencváros az egy nagyon-nagyon fontos klub számára, és ezzel nagyon nagy hatással van a többi játékosra is az öltözőben. Ha már a többi játékos, Tomi, ilyenkor mindig bennem felvetődik az, hogy mi szurkolók, akik imádjuk a Fradit, azok nagyon örülnek annak, hogy egy ilyen csupaszív játékos, aki tényleg nem kell bebizonyítani, hogy mit ért el, a legjobb légiósnak választották, visszatér, de az öltözőben mi zajlik ilyenkor? Ez ugye rajta is nagyban múlik, hogy ilyenkor egy játékos hogy viselkedik, hogy milyen karakter, hogy hogyan közelít a játékosok fele, és Momo, ahogy mondtam, nagyon nyitott, nagyon pozitív, de ugyanakkor nagyon koncentrált is, szóval nagyon, nagyon tudatos az edzés munkájában, az edzésre való felkészülésében, az, hogy egy mérkőzésre hogy megy be, vagy egy mérkőzésbe hogy megy bele, és ezzel ő példakép tud lenni. Ezt kérem is tőle, a Péter is kéri tőle, hogy igenis tettekkel, ugye az, hogy edzésmunkában, teljesítményben, hozzáállásban, de ugyanakkor szavakkal is, négy szemközti beszélgetésekben, kisebb csoportokban, hogy az ő tapasztalatait azt a többiek rendelkezésére is bocsátja, akkor még nagyobb értéke tud lenni a csapatunknak. Tehát egyfajta második csapatkapitány is tud lenni. Lehet ilyet mondani? Lehet majd a jövőben mindenféleképpen. Azért most ne is rakjunk túl nagy terhet most így a vállára, tényleg azért hosszú időn keresztül nem játszott. Még mindig messze nincsen 100%-hoz közeli állapotban, de mindenképpen egy olyan karakter, aki egy ilyen szerepet be tud tölteni. A kedvenc ferencvárosi szurkolói fórumon, most már nevét is mondom, az Üllői 129, egyik szerkesztője említette, hogy Besicset tulajdonképpen már a jövő évi nemzetközi kupára igazoltuk. Jól látja? Természetesen nem rövid távra hoztuk őt, szóval most nem az volt a legfontosabb szempont, hogy most a magyar bajnokságban, ugye, mert tudtuk, hogy nem tud összejátszani sajnálatos módon az Európa Liga meccseken, és olyan szerződést is kötöttünk vele, hogy azért nem csak ebben a szezonban gondolkozhatunk benne, hanem a jövőben is, és természetesen szeretnénk, hogyha ő egy meghatározó tagja lenne, akár tavasszal is mondjuk a csapatnak, remélhetőleg, hogyha még lehetőségünk lesz nemzetközi mérkőzést játszani, de legkésőbb pedig a selejtező mérkőzéseken jövő nyáron. Amielőtt még a Betis meccshez érünk, ugye, ami a jövő tavaszt is érintheti majd, előtte még hát ott volt a derbi, az Újpest elleni mérkőzés, amin nagyon sokan azt várták, hogy revánsot veszünk azért a 6-0-áért, amit tegyünk hozzá mindig, hogy amit bírói segédlettel, irányos körülmények között értek el az újpestiek, de ettől a 6-0 az még 6-0,
És most 2-0-ra vezettünk, 10 ember ellen játszottunk, ott feküdtek a padlón, és felsegítettük őket, fölhúztuk, vagy hogy mondjuk? Igen, igen, sajnos igen. Ezen a mérkőzésen nem volt bennünk az a, az a gyilkos ösztön. Lehet, hogy valamennyi fáradtság, és ugye a jó kezdés után emberelőnyben ez lehet, hogy arra adott okot a játékosok fejében, hogy ez a mérkőzés nagyjából megvan, ami hiba volt. Ugye egy ilyen mérkőzés most egy, nem tudom, eredményt azt nem tudsz tervezni, szóval főleg egy ilyen nagy arányú győzelem, az úgy alakul a mérkőzésből. Persze az feltétele, hogy te maximumot kihozod magadból, és nem állsz le, hogyha érzed, hogy jól megy a játék. Ezt egyértelműen amúgy Péter is a csapat tudtára jutatta, hogy nem ez az az irány, meg nem az a hozzáállás, amit egy ilyen szituációban látni szeretne, és ha igenis ilyen van, akkor ne segítsük fel az ellenfelet a padlóról, hanem tényleg legyünk könyörtelenek. Ez egy folyamat része, amit a játékosoknak is meg kell értenie. Bízunk benne, hogy ha legközelebb mondjuk ilyen szituáció lesz, akkor másképpen reagálunk. De azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen mégis magabiztos győzelmet aratni a derbin, szóval nagyon sok gratulációt kaptunk a szurkolóktól. Magunkban viszont tudjuk, hogy azért volt hiányérzet, és kritikusok is voltunk, ugye csapaton belül, ez hozzá is tartozik, de annak örültünk, hogy a szurkolóinknak nagy örömet tudtunk szerezni. Egyetlen kérdés még a derbihez, így van a 3-1-et azért, tehát nem nagyon kell túlmagyarázni, de ritkán látható Péter Stöger idegesen, és ezen a meccsen láttuk, hogy tud ideges lenni. Tomi, mesélj erről, ez ilyen ritka élmény nekünk. Tomi, várom. Ez ilyen ritka élmény. Pont ezekből az okokból, mert ő is látta, ő is érezte, hogy igenis ez a mérkőzés, amit nagyon jól kezdtünk, szóval nagyon jó érzésem volt nekem is, ugye a csapat jó szériá, ugye egy Vidi elleni győzelemből jöttünk, jó teljesítményekkel a hátunk mögön, egyre jobban ugye kezd összeszokni ugye az új edzői stábbal is így a csapat, érzik a játékosok a bizalmat is, de ugyanakkor a nyomást is, ami van rajtuk. Úgyhogy minden adott volt tulajdonképpen ahhoz, és a mérkőzés is úgy alakult, hogy igenis ez egy szép eredmény lehet a végén. És ő is érezte már akkor a pályán, hogy nem minden játékos, sőt most lehet azt mondani, hogy az egész csapat, most egyént nem is emelnék ki valahogy, ez mindenkiben benne volt egy ilyen reakció, hogy akkor picivel kevesebb is elég lesz. És ez a legrosszabb egy edzőnek, szóval tényleg, amikor ilyen viselkedés lát a pályán, úgyhogy azért ezt mondtam is, hogy ez az öltözőben is, vagy a mérkőzés utáni elemzésben is egyértelműen ő is a csapattal tudatta, hogy nem ilyen reakciót vár egy ilyen szituációban. Mint ha túl sok helyzetet hagynánk ki, nem? Tehát az örömteli, hogy sok a helyzet, de itt ugye 1-2 évvel ezelőtt Szergei idejében volt az, hogy volt 3 helyzetünk, és rúgtunk belőle 2-3 gólt. Most van 10 helyzetünk, és csak 3-at rúgunk, hát csak persze, de hogy sok helyzet maradt ki, vagy ez egy ilyen pillanatnyi probléma, hogy mondjuk a Mirtó, mert a Mirtó hagy ki nagyon sok helyzetet adott esetben, vagy a Zakarias Szent, tehát hogy ez majd jönni fog, és betalál, vagy ez a játékrendszerből adódik, hogy több a helyzet, és akkor értelemszerűen több is maradhat ki. Nem, azért, hogy vannak köztük tiszta helyzetek, amit ki kell akkor használni, amit értékesíteni kell. Ugyanakkor még így is azért viszonylag sok gólt rúgunk, azzal nincsen probléma egyaránt. Természetesen örülnénk, hogyha 4-5 gólokat rúgnánk meccsenként, ne legyünk telhetetlenek. Bocsánat. Az nagyon jó, hogy tényleg sok helyzetünk van, hogy sok helyzetet tudunk kialakítani. Szerintem majd ugye a Christophernél is majd reméljük, hogy áttörik ez a gát, amire neki nagyon nagy szüksége van, hogy sikerélménye legyen, hogy biztonságot tudjon nyerni belőle. De ahogy te is mondtad, tényleg több játékos kerül helyzetbe, ugye kiszámíthatatlanabbak vagyunk, úgyhogy ilyen szempontból ez örömteli. Mindenki várja, ha már említetted, hogy több lehetőség, vagy hogy beérik a Zakarias Szent, hogy nagyon sokan várják a csodatini bemutatkozását. Ugye a Gavricsról beszélek, hogy ő egyelőre nem kap túl sok lehetőséget. Amikor kap, akkor egyelőre nem élt vele, de nagyon keveset játszik. Ez szándékos, valami probléma van, vagy ahogy a Gerazoli szokta mondani, mondta annak idején, hogy Angliában például fél évig
neki sem állnak egy játékost elemezni, mert fél év az a minimum, de inkább egy év, amikor azt mondják, hogy na, akkor most nézzük meg, hogy akit igazoltunk, mit ér. Persze, véleményt mondani az nagyon-nagyon korai lenne, ugye ráadásul ő későn is csatlakozott hozzánk, a beilleszkedés az még nagyon-nagyon az elején nyár. Azt is tudni kell, hogy ő is nagyon nyomás alá helyezi saját magát, érződik rajta egy görcsösség azokon a meccseken is, amikor beállt, szóval még nem tudta azt nyújtani, amire ő amúgy képes, meg amit ugye edzéseken is nyújt. Ezért meg kell találni majd azt az egyensúlyt, amikor már készen áll arra, amikor te egy picit megnyugszik, de ezért sokat kell tenni az ő részéről is, az edzőknek is, hogy az ő beépítését, beintegrálódását minél jobban tudjuk forszírozni, de elkapkodni nem szabad semmit. Mindenképpen úgy nyelvi problémák is esetleg vannak, hogy az ő angolja az nem az igazi, ezen is dolgozunk, mindenképpen szeretnénk egy angoltanát biztosítani neki. Először játszik külföldi csapatban, úgyhogy még egy kis idő kell neki, ez mindenképpen megvan. Vele is hosszabb távra tervezünk, nem pedig most az első hónapban kell már csodát tennie. Még mielőtt rátérnénk a Betis mérkőzésre, ugye most válogatott szünet következik, és utána két hazai meccs, azt nem mondom, hogy két könnyebb ellenfél ellen, de ugye az Zalaegerszeg mégiscsak a hátsó régióban van, az MTK Dettó, és ráadásul edzőt váltott. Elsők vagyunk, ennél szebben nem is lehet nekifutni, vagy most formában voltunk, és nekünk nem jó, hogy jön ez a szünet. Ez így van, szóval most ezt el kell fogadni, ugye... Már hogy nem jó, hogy jön ez a szünet. De nem, hanem tényleg most ezen fölösleges lenne úgy elgondolkozni, hogy most jó volt nekünk, nem. Szerintem a játékosoknak se rossz az, hogyha egy picit kiszakadnak ebből a környezetből, új ingereket kapnak, hazájukért játszhatnak. A lényeg az, hogy ne sérüljenek meg, ugye ne az legyen, mint ami volt a legutóbbi válogatott szünetben, hogy három játékosunk sérülten jött vissza. Úgyhogy ilyen szempontból én is voltam válogatott játékos, tudom, hogy ez mennyire jó, amikor a hazádat képviselheted, de örülünk ennek, hogy ilyen sok válogatott játékosunk van. Aztán utána ez megint a feladat, hogy akkor jön az a következő etap, ugye megint 6 vagy 7 mérkőzésből álló, amire aztán egy meccsről meccsre úgy felkészülni. Szóval egy szezont ezt ilyenkor így kell felépíteni, hogy lebontani ilyen kisebb szakaszokra, és akkor az nagyon jó megoldható, hogy a csapat végig tudja hozni az eredményeket, amiket szeretnénk. És akkor jöjjön a Betis meccs, amelyen sokak szerint nagyon rég látott Fradit üdvözölhettünk a pályán, vagyis fantasztikusan játszottunk, hogy rövid legyek. Jó játszottunk. Ugye minden, most azt mondja, a mi véleményünk is ez természetesen, de ugye a nemzetközi visszajelzések is. Ezért is két érzés van az emberben, tényleg az, hogy látjuk, hogy ugye Leverkusenben most a Betisnél is, hogy versenyképesek vagyunk, hogy tényleg igenis föl tudjuk venni, és egy La Ligás top csapatról beszélünk, ugye szintén aki az ötödik helyen áll most, ha jól tudom, jelen pillanatban. És bátran merünk játszani, hátulról merjük fölépíteni a támadásokat, helyzeteket tudtunk azért kialakítani, amennyit egy ilyen mérkőzésen lehet. Ugye Ryannek ott volt a fején, tulajdonképpen szögletből volt még lehetőségünk, úgyhogy a maga a játék, maga a mérkőzés abszolút rendben volt. Ugyanakkor látva a hibákat, és amit ilyen szinten mondjuk megbüntetnek egyből, hogy az első gólnál például négy ember között ugye a Fekir egyszerűen nem kaphatja meg a labdát, a második gól előtt meg kell állítanunk őt. Most persze lehet azt mondani, hogy ugye ilyen kvalitással rendelkezik, és nem tudjuk megállítani, de ez kell, hogy legyen a cél, ez kell, hogy legyen a következő lépés, hogy még tudatosabban minden egyes részletben, hogyha a labda ellen van, azt érezni, hogy mindenből gól lehet, mert hogy olyan minőségű játékosok ellen játszunk. Előrefele meg minden egyes akciónak olyan nagy jelentősége van, hogy egy utolsó passz, egy fejes, egy pontrúgás, meg kell ragadni minden lehetőséget, ugye, és ez egy következő olyan lépcsőfok, amit szeretnénk majd elérni, de tényleg az, hogy két ilyen csapat ellen a játékban ezt tudtuk nyújtani, ennek szerintem büszke lett mindenki. Két kör lement az Európa Ligában, és mondhatjuk, hogy gyakorlatilag körvonalazódtak az erőviszonyok, amit talán eddig is sejthettünk. A Leverkusen és a Betis gyakorlatilag mindkét ellenfelét legyőzte, most majd szépen összecsapnak egymással, de a fradisták előre tekintenek, és bíznak a tavaszban. Uh-huh.
Nekünk ez a harmadik hely, ez realitás lehet a Celtic ellen? Csoport harmadik hely megszerzése. Ez mindig egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem most, hogy a realitásról beszélünk, akkor az egyértelmű, hogy a csoportban mik az erőviszonyok. Szerintem most ezt, szerintem akkor mi ugye a negyedik helyen vagyunk, hogyha most veszük ugye Leverkusen, Betis, Celtic hármas után. Ugye a mi feladatunk az, hogy ezt a realitást, ezt valahogy, meg a célunk, hogy ezt valahogy meg tudjuk változtatni, ezt fel tudjuk borítani. A Celtic is egy nagyon erős csapat, ugye tapasztaltuk tavaly mi is, hogy ugye meg tudtuk őket verni, de nem az jellemezte a mérkőzés, hogy mi domináltuk, és csak az volt a kérdés, hogy mikor rúgunk gólt. Az eddigi mérkőzéseken is amúgy az eredmények ellenére jó teljesítményt nyújtottak, pont ma is a Leverkusen sportigazgatójával voltam kapcsolatban, és ő is mondta, hogy nagyon vadul játszó csapat, tehát nagyon nagy tempóval játszó csapat, amelyik nyújt lehetőségeket is az ellenfélnek, főleg kontratámadásokban, úgyhogy ezt meg kell majd próbálnunk kihasználni, és a célunk természetesen az, hogy most egy picit félretéve a Betiszt és a Leverkusen, hogy ezt a Celtic összecsapást, ezt egy ilyen külön Európa Ligának véve, ugye idegenbeli és hazai mérkőzéssel, hogy ők magunk mögé, vagy mögén kerüljenek, az óriási dolog lenne. Egyébként, ha már ugye a skótokról beszéltünk, akkor ne felejtsük el az előző meccset. Van annak jelentősége? Ugye, ha megnéztük, akkor teljesen kicserődött az ő csapatuk, azért a miénk is. De ez ott van a fejekben, vagy nincs ott a fejekben? Szerintem ott van azért valamennyire. Szerintem mind a két csapatnál, ugye, az ő részükről szerintem úgy a tisztelet, a mi részünkről pedig a bizalom. Szerintem, ami meg lehet, hogy már megcsináltuk, hogy tudtunk ott nyerni. Természetesen most a körülmények azért, hogyha nem tudom hány ezer ember lehet, hogy már teltházas lehet, akkor azért az óriási támogatás lehet a Celticnek, de ez egy óriási kihívás is a csapatunknak. Úgyhogy ilyen szempontból ezt erőt kell meríteni abból a mérkőzésből, amennyit csak lehet, de tudva, hogy azért taktikailag felfogásban, az ő összetételükben, a milyenkében az egy másabb mérkőzés lehet. Érintettünk itt több új játékost, akik nyáron érkeztek hozzánk. Ha valaki, szerintem kijelenthetjük, ha valaki nagyon beváltoz a Ryan Mahé, legalábbis a gólok nem hazudnak. Nemzetközi szintéren, hazai porondon termeli a gólokat, Tomi, nyilván nagyon nagy részed van abban, hogy ezek a játékosok ide jönnek. Ilyenkor, így van, így van. Igen, Tomi hozta a Ryan-t, igen. Ferencváros érdeme minden. Közös munka, mindegy, tudjuk, igen. De van olyan... Egy szívedobbanás szoktuk mondani. Pontosan. Nagyon hamar bizonyított, mondhatjuk? Igen. Tényleg ő egy olyan képességekkel rendelkező csatár, akit ritkán láttunk, főleg Magyarországon, de én azt mondom, hogy a nemzetközi szinten is minden megvan benne, technikai képesség, kreativitás, befejező képesség, jobb-ballal. Sajnos most feje nem mutatta legalábbis ezen a mérkőzésen, viszont a Vidi ellen egy majdnem hasonló szituáció volt ott is, hogy beakadta, ott becsúsztatta, hogy sikerült neki. Most a Betis ellen nem, de a feljátéka is teljesen rendben van, sebessége is, szóval minden szempontból top képességekkel rendelkező, kiemelkedő képességekkel rendelkező csatár, aki tud gólt rúgni, tud összjátékban részt venni. Nála figyelni kell, hogy fejben teljesen rendben legyen, irányítgatni kell, még egy fiatal játékos, akkor még nagyon szép jövő előtt állhat, abban biztos vagyok. Ez egy remek végszó, akkor bátorságot, remek feljátékkal megáldott Ryan, és egy sikert a skótok ellen, ezt kívánom. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm Tamások, ez volt a Fradi Podcast. Köszönjük. Köszönjük, hajrá Fradi. Hajrá Fradi.